Helyszínbejárást tartottak a Szexárdi vásártéren, hogy megnézzék, hol készül el nem sokára az új BMX freestyle pálya. Az Aktív Magyarország idén 50 ilyen pálya létrehozását támogatja országszerte, melyből az egyik szexárdon épülhet fel. Tóth András, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség projekt vezetője elmondta, a Tolnai megyeszékhely ezzel már a második programját valósíthatja meg, hiszen a nemrég átadott pumpapálya is ennek a projektnek a keretében jöhetett létre. A BMX Freestyle pályát úgy kell elképzelnünk, hogy ez egy aszfaltos sík plac lesz, amire épül a, a, az akadály, épülnek az akadályok. A kiírás szerint minimum 6 darab akadályat kell építeni ebben a programban egy BMX Freestyle pályán. Itt meg vannak szabva az átlagmagasságok, tehát másfél méter felettinek kell lenni az átlagmagasságnak, és fémvázra épülnek ezek az akadályok, ezek pedig réteget lemezzel kerülnek borításra, amik vízállóak és tartósak. A projekt megvalósításához 50 os állami támogatásra pályázik a Szexádi Önkormányzat. Ezen a területen, itt a vásátérnek a használatlan területén lesz egy ilyen pálya, ami valószínű folyamatosan nyitva lesz a közönség számára. Ez egyesület fogja üzemeltetni, az a kerékpáros egyesület, ezt ők karban tartják, üzemeltetik hasonlóan a másik két pályával. A tervek szerint még az idén birtokba vehetik a pályát az akrobatikus kerékpárosok, vagy akár a gördeszkával és görkorcsójával trükközők.